Ez a mintegy 94 millió köbméter kapacitású, 24 négyzetkilométeres cigándi árvízszint csökkentő tározó, amely a tiszavölgyi tározók között elsőként épült meg 2008-ban a Bodrog közben. A tározó kapcsán nem csak árvizes létesítmények valósultak meg, hanem első ütemben megvalósultak azok a tájgazdálkodási elemek is, amelyek akkor is bebizonyították, hogy ezeknek a használatával a tározón belüli területek vízpótlása, illetve vízmentesítése hatékonyan megoldható. A Bodrogmenti Vízgazdálkodási és Talajvédelmi Társulat, illetve a térségben lévő gazdálkodók, önkormányzatok jogos igénye az, hogy ezeket a területeket mezőgazdasági célra is, és egyéb más célra is, tehát vízes élőhelyekként való hasznosítása megoldható legyen. A műszaki igazgató helyettes a projekt nyitó rendezvényén hozzátette, a tározók egyes területei talajvizesek, de akadnak olyan részek is, amelyek vízhiányosak. Ezért is szükségszerű az 1,8 milliárd forintos fejlesztés, amellyel a víz- és tájgazdálkodási infrastruktúrát továbbfejleszthetik a Bodrog közben. Többek között szivattyúk telepítésével és depónia építéssel tudják ezt elérni, erről már a vezető tervező beszélt. A tervezett depóniába a víz szétosztásához szükséges vízkormányzó műtárgyak, úgymond zsilipek épülnek, 32 darab, illetve ebben a 32 darabban benne vannak azok a meglévő és új átereszek, melyek a gazdálkodást a vízpótlás időszakában is segítik. Valamint a cigándi külterületén lévő szántóföldi területek között lévő csatorna rendszernek a felújítása is megtörténik 35 km hosszban, melyben sor kerül a lefolyásgátló növényzetnek az eltávolítására, valamint a iszap eltávolítására a mederből. A nagyértékű fejlesztés hozzájárul majd a vízkeret irányelv célkitűzéseinek megvalósításához is azáltal, hogy javul a vizek ökológiai állapota. A Bodrog közi beruházás munkálatai várhatóan ez év őszére fejeződnek be.